Igen, egy sóhajjal kezdem. Csak azért, hogy halljam, hogy ezt hallják elek hátul is. Akkor jó, köszönöm. Sóhajtásnál halkabban nem fogok megnyilvánulni. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezen különleges alkalommal itt összejött, ezen a szent helyen. És szinte szent időben. Tulajdonképpen Enikőnek nagyon köszönöm a felkonferálását, Lajos előtt is, meg most is, de egy picit úgy érzem magam, mintha a Jereváni rádió stúdiójában lennék. Tehát, hogy a hír igaz, de ismerjük, ezek ilyen régi szocialista viccek. Hát már az idősebbek biztos ismerik, nem akarom idézni őket. A lényege az, hogy sajnos pontról pontra meg kell cáfolnom dolgokat. Tehát egyrészt, amit Lajos mondott, rögtön bevezetőben, ugye az arról szólt, hogy hát, amit itt mondogatunk Pilis ügyben, az a jéghegynek a csúcsának a csúcsának a csúcsa, és így tovább. Ebben igaza van, csak abban nem, hogy ugye úgy folytatta a mondatot, hogy és közben nem is tudunk erről semmit. Tehát ha valaki tud a Pilis szakrális energiáiról, és aki ezügyben már nagyon sokat letett az asztalra, azért az ő. Tehát nem véletlenül van egy ilyen alkalommal neki itt helye, és hát ő utána megszólalni mondjuk elég nehéz lenne Pilis ügyben, de megtette azt a szívességet, bár erről nem beszéltük meg előre. De hát volt benne annyi tapintat, hogy a Pilisről valóban, ahogy ígérte is, nagyon keveset beszélt. Én viszont ezek után rám hárul a tiszt, hogy azért mégis, ha már ennek az estének a mottója a Pilis rejtély, akkor mégis valamilyen szinten Pilisről is esik szó, sőt, én leginkább csak arról szeretnék néhány dolgot elmondani. Azért néhány dolgot, mert azért most már úgy eszkalálódott ez az egész Pilis kutatás, ami részben természetes, mert az elmúlt 20 évben hát számos olyan eredmény látott napvilágot, ami joggal keltette föl az érdeklődők és hát a leendő Pilis kutatóknak az érdeklődését, többek között az enyémet is. Nem olyan régóta foglalkozom ezzel, körülbelül olyan 7-8 éve, esetleg 9, de akkor már egy kicsit túloztam. És ilyenkor természetesen az ember soha nem tiszta lappal indul. És ez így van visszamenőleg generációkon keresztül, akár Pilisről, akár bármilyen más kutatásról van szó, mindig valakinek a nyomába, vagy valakiknek a nyomába lép óhatatlanul az ember, akarva akaratlanul, és hát a mostani alkalommal is majd igyekszem utalni rá. Például szó esik majd erről az ominózus koponyáról is, amit hát annak idején éppen Aradi Lajos fedezett föl, és hát a Nimrod Pilisi jelenlétének is nagyon erőteljes nyomait, nem csak azt, amit most itten röviden elmondott, rövid kis színes összenetben, hanem hát bizony nagyon sok órás előadás sorozatok keretén belül. Ezért én most valami olyasmiről szeretnék majd beszélni Pilis ügyben, ami talán a legújabb története ennek a kutatás sorozatnak. És hát aki a Dobogókő című folyóiratot, világlapot, nevezzük így szerényen, olvassa,
Hát az elmúlt három számban, egy ilyen cikksorozat keretében meg is jelent ez úgy nagyjából. Most ezt inkább kiegészíteni szeretném, illetve hát természetesen utalásszerűen vissza kell rátérni. Azért, hiszen nem mindenkinek a kezében volt ez valószínűleg. Az a mai alkalom sok szempontból különleges, és ezért köszönet jár Enikőnek. Én nem emlékszem ilyen esetre, amikor Pilis Rejtély címen az éjszakában kellett beszélni. Miközben, ha az ember belegondol, ez az egyetlen autentikus környezete ennek, a témakörnek, mert ha Rejtélyről beszélünk, ez mindig valami sötétségre utal, valami, ami még nem világos az emberek számára, ami valami fajta homályban van, és így tovább. Azt nem ígérem, hogy ennek minden szálát el fogjuk tudni varni, sőt, megelőlegezem, hogy itt csak megint csak egy pici morzsáról lesz szó. Ez ugyanis olyan hatalmas téma, amelyik nem csak a Pilis, mint földrajzi hely, és nem is csak a Kárpát-medence, mint földrajzi hely összes viszonylatára utal, hanem bizony olyan égi működésekre, amelyeknek a hát csak utalásszerű fölfejtése vagy magyarázata is bizony nagyon nagy nehézségekbe ütközne ilyen időkeretben. Tehát tényleg csak utalásokról lesz szó, remélem, hogy azért valami fajta kép ebből is talán ki fog alakulni. Hát a másik, ami a jereváni rádió kategóriájába tartozó történet vagy kijelentés, hogy hát itten, és név szerint meg lettem említve, tehát az érintettség okán ezt kénytelen vagyok cáfolni, hogy bizony mi mindent tudunk a Pilisről, és hát nagyon udvariasan és tapintatosan tulajdonképpen rögtön a kiskapu is meg lett nyitva számunkra, ahol a feldühödött információ éhes tömeg elől el lehet menekülni, ugyanis tényleg nem fogunk mindenre válaszolni. És miután én nem vagyok híve nagyon sokakkal ellentétben annak, hogy bizonyos dolgokat nem mondjunk el, bár érdemes szelektálni, de ennek főleg az igazság tartalma felől érdemes szelektálni. Tehát ha valamilyen igazságra rábukkanunk, és ezt bizonyítottnak véljük, akkor én úgy gondolom, hogy ezt igen, ezt ki kell mondani. Ugyanis a nem kimondással tulajdonképpen a homályt fogjuk tovább növelni. Ez az én különbejáratú véleményem. A dolog tehát úgy fest, hogy Enikő megengedte, hogy bizonyos kérdésekre ne válaszoljunk, de legalábbis a részemről, ha nem válaszolok, akkor ez egyértelműen azt fogja jelenteni, hogy gőzöm sincs a válaszról. Tehát ezt most így előre kimerem jelenteni, sőt, hát majd esetleg még nyomatékosítom is, ha kapok ilyen kérdést. Magyarul szó nincs arról, hogy mindent tudunk, természetesen járjuk a Pilist, nagyon sok ezer hasonló érdeklődésű emberrel együtt, mindenkinek van már egy képe ezen embereket, és nyilván az itt ülőknek is magáról a Pilisről. Úgyhogy én nem szeretném ezt előről kezdeni, teljesen fölösleges lenne, másrészt pedig időnk sincs rá. Szót azt lehető legkevésbé szeretném csépelni, már fáradt is vagyok ehhez, ilyenkor már lefeküdni szoktam általában. Tehát most minden esetre valami lépésváltást kell csinálnunk, mert vagy én alszom el, vagy önök
ha mind a ketten, akkor viszont nem lesz, aki fölébresszen majd, amikor eljött az ideje. Úgyhogy bízom abban, és hát ezért is gyújtottam itt egy gyertyát, magamét is, mert szemben Aradi Lajossal nem vagyok fénytermészetű, és hát nem sokára itt sötétbe fog borulni minden. Ez most nem a jós tehetségemnek köszönhető, hanem azért, mert így lett megbeszélve. Tudnélik, a projektorral valamit majd megpróbálok legalább egy-két képet megmutatni. Nem túl sokat, inkább csak ilyen illusztrációképpen az elhangzott, vagy elhangzandó néhány mondat alá. A gyertyának meg hát azért nagyon sokféle jelentése van, tehát lehet azt mondani, hogy de hangulatos, hát természetesen az is belefér ebbe a fogalomkörbe, de hát egy nagyon fontos tulajdonsága van, hogy ő az a fénymag, amelyet a sötétségben gyújtunk meg. És félreértés ne essék, ez a sötétség lehet napvilágnál is. Tehát amikor az ember megszólal, álló délben is tud akkora baromságokat kijelenteni, hogy ezen más nem tud segíteni tényleg csak az, hogy egy boldog asszonynak felszentelt gyertyát meggyújt, és akkor némi esélye van arra, hogy ugyan kijelentette, de a megbocsátás hamarosan megérkezik. És mindezek fényében, ahogy elkezdtem ezt mondani, miért különleges ez az alkalom, mert hogy a nap elszentülése után éjszaka történik, ezen a helyen és lényegében a természetben. Abban a természetben, amelyik hát itt a Pilis által megszentelt helyen van, és hát amiről Lajos nem beszélt, talán csak az első mondatában utalt arra, hogy talán a itt jelenlevők legjobban akkor járnának, hogy elfordulnának az itt megnyilvánuló kvázi előadóktól, és úgy elfordulnának 90 fokkal abba az irányba, majd lehúnyva a szemüket, tulajdonképpen nagyobb esélyük lenne arra, hogy a valóságot meglássák és érzékeljék. Na de hát most ez nem adatik meg nekünk, legalábbis ha azt látom, hogy egyre többen fordulnak arra, akkor tudom, hogy azért ez inkább rólam szól. De most maradjunk annyiban, hogy a sötétségnek van még egy nagyon fontos ismérve, és ez a jelen alkalomra is valamilyen módon passzol, és talán ezért is választottam ezt a témakört, amiről itt majd beszélni fogok. Ami hát ugye egyfelől aktualitása van, mint a legutóbbi kutatásoknak az egyik eredménye. Másfelől viszont a sötétséghez erőteljesen kapcsolódik. A sötétség ugyanis nem a fénynek az ellentéte, tehát számomra ez nem ezt jelenti, nem akarok erősebb kifejezéseket használni. Inkább mindig csak próbálom ilyen álszerényen azt hangsúlyozni, hogy de hát én úgy gondolom, hogy. És akkor ez alól nagyon sok minden felmentést kapok rögtön. Tehát a lényeg az, hogy a sötétség az a fény kiegészítője. És hát ez most nem csak keleti hagyományokban van így, hanem a legújabb kori idézőjelben vett szellemtudományi és pszichológiának nevezett borzadálynak a hatáskörében is megjelenik. De hát ebben az egyben igaza van. Ugyanis a sötétség mind az, ami tulajdonképpen egyfelől táptalaja mindannak a negatív erőnek, amely körülvesz bennünket, és amelyet hangsúlyozom az ember hoz létre, és majd erre utalok az itteni pilisi erőrendszer kapcsán, mert hogy ez egészen másképp jelenik itt meg. A másfelől viszont ezek a
félelmek, amelyek ezeket létrehozzák, és egyre nagyobb mennyiségben és egyre erőteljesebb minőségben hozzák létre, ezt azt hiszem, hogy saját életünkön belüli változásként is közvetlenül megtapasztalhatjuk. Hát bizony ugyanez a közeg az, és nem a fény, hanem igenis a sötétség az, amiben le kell szállnunk. Ugyanis ezek az erők semmilyen más módon nem közömbösíthetők, csak úgy, ha szembenézünk velük. És ez a szembenézés viszont csak a sötétben lehetséges. Tehát bármilyen borzadállyal fordulunk is a teljes sötétség irányába, ahhoz, hogy a fényre valóban feljöhessünk, annak bizony ez a feltétele. És ez kikerülhetetlen. Hát gondoljunk arra, hogy fölébrülsz, hogy álmodunk, éjjel van, tételezzük fel. És az álom valami hallatlanul idérces történet. És már alig várjuk, hogy valahogy vége legyen. Tudjuk, hogy ezt csak álmodjuk, de rettenetesen rosszul érezzük magunkat benne. És valóban, hajnal hasad, megszólal a pacsirta, aztán később már a kakas is kukorékol. Na ez az utolsó időpont, amikor végre verejtékezve, iszonyatos fáradtan és lidérc nyomásoktól gyötörten felébredünk, és utána úgy felejtjük el az egészet, ahogy van, mert fölkelt a nap, megszólaltak a madarak, és él minden körülöttünk egészen más minőségben. Igen ám, csak hogy utána valahogy a nap körében megint csak eljön az idő, amikor a nap bizony elszentül. És akkor megint lefekszünk az ágyunkba, és nem véletlen, hogy a régiségben, hát az imákban és a vallásos népi énekekben bizony testi-lelki koporsónkban fekszünk le. Ilyenkor nagyon gyakran. És az dolog ismétlődik nap, mint nap. Tehát nincs kibúvó, és ezt muszáj valahogy úgy feldolgozni, hogy bizony ezt nagyon tudatosan felvállaljuk, és nagyon tudatosan kilépünk ebbe a sötétségbe. No, a sötétségnek egyébként egészen régi szakrális jelentősége is van, tehát az, hogy a nap a kis N betűs nap év körében ugye egyszer végigjárja a pályáját látható módon, majd utána láthatatlan módon folytatja. Ez az óegyiptomi történetben ugye az a bizonyos napbárka, amelyben hol Ré, hol Átum, hol Hátor, hol Hórusz, de minden szituációban, hol maga a Szkarabeus bogár, ugye a felkelő nap szimbóluma, a fején a napkorongot hordozva végighajózik azon a bizonyos folyón, ami elválasztja a két világot. És ennek a sötétségbe való kilépésünknek ez a lényege. De akár Nagy Lászlót is idézhetném. Hogyha mi nem tesszük, ki viszi át a folyón a szerelmet. Tehát ugyanarról a szituációról van szó, egy ősi egyiptomi mitológiában és egy mai költészeti megfogalmazásban. És hát ez az éjszaka, ez többek között erről is szól. Majd, ha mindenki már nagyot szusszanva, megkönnyebbülten fellélegzik, miután elköszönök, majd ezután az előadás után, akkor lesz lehetősége arra, hogy ő maga is elszentülve kiléphessen ebbe a sötétségbe. Én most bekapcsolom ezt a projektort, és akkor ezzel egy időben meg el kéne oltani néhány villanyt, mert
különben nem látszik a kép. No, így talán már látszik hátulról is. Azt nem mondom, hogy túlzottan nagy jelentősége nincsen, mert azért jó lenne majd látni a képeket. Van köztük néhány ilyen, hát, hogy mondjam, kvázi ilyen gagyi minőségű, ami azt jelenti, hogy én így kézzel skicceltem föl valamit, de magyarázatképpen talán egyértelműbb lesz, mint hogyha valamilyen nagyon esztétikus és ütős kép lenne. Most nem ez a lényege. Pilisben működő erők volt ennek a bizonyos cikksorozatnak a címe, ami a lényegében arról szólt, hogy a sárkány megjelenik a Pilisben. És most tényleg csak utalásképpen, hiszen ez elolvasható, többé-kevésbé részletesen a dobogókőben. Mondom, az elmúlt három szám tartalmazza ezeket. Tulajdonképpen ez egy pici pontból elindulva duzzadt aztán. Bolhából most már lassan az elefánt méretet közelíti. Tulajdonképpen az volt a kiinduló pont, hogy létezik Dömöstől kiindulva, tehát térképekről leolvashatóan egy Sárkánygerinc nevű hely. Ami hát elég érdekes, mert erről semmilyen tudomásunk nem volt, vagy hát most sem nagyon van, de most már legalább valamiben bele lehet illeszteni. És ráadásul ezt a gerincet egy olyan kör alakban megjelenő kör veszi körül, amelyik tulajdonképpen a Dömösről, tehát Dunapartról elinduló sárkánygerinc, amely végigmegy aztán prédikálószéken és a Keserűsben végződik. Ez tulajdonképpen ez a bizonyos U-alakú terület oly módon veszi körül, hogy az egész Pilisben nem fellelhető, tehát nagyon szignifikáns, nagyon jellegzetes módon hihetetlen töménységben jelenik meg a Disznós nevű hely, és ez rögtön feltűnik, hogy miért az. És akkor itt mindjárt azokról a nevekről érdemes két szót váltani, ami a térképekről leolvasható. Hát Vári Pista előadásaiból, aki az utóbbi hónapokban hatalmas munkát végezve szedett össze rengeteg, főleg Pilissel kapcsolatos térképet, és ezek elemzése kapcsán tart előadásokat. Hát nagyon érdekesek és fontosak a dolgok, de a neveknek, tehát az egyes helyek, vagyis hegyek, völgyek, patakok és hát egyéb ilyen kvázi topográfiai objektumoknak a neveit érdemes megvizsgálni. Most ebben nagyon sok olyat találunk, ami már az 1700-as évektől kezdődően betelepülő Tót és Sváb elsősorban, és hát kisebb mértékben szerbek, mint betelepülők, mint tulajdonképpen idegen néptest a pilisi történetben. Számos ilyen nevet már ők adtak a Pilisben, de hát ez azonnal kideríthető. Az izgalmas, persze most már zárójelben mondom, hogy amikor ők olyan nevet adnak, nagyon ritkán, de előfordul, ami viszont tényleg valamilyen szakráris múltra utal vissza. Ez egy nagyon érdekes történet, de most nem erről beszélünk. A lényeg az, hogy a nevekben viszont nagyon-nagyon régi erőknek a lenyomatai jelennek meg. Pontosabban a nevek régiek, még akkor is, ha nem régen adták neki. Mi ez a paradoxon? Ha az ember ugye először mit csinál? Elmegy az erdészekhez. Hát ugye ők ismerik a legjobban ezt az egészet.
a nap 24 órájában benne élnek, vele lélegeznek, stb. Hát a meglepetés utána következik, mert ugyanis eléggé, tehát mondjuk egy átlagos érdeklődő elme számára úgy tűnik, mintha egy kicsit ilyen beszűkült gondolkodás lenne viszont rájuk jellemző. Tehát nagyon sok, nagyon nagy tudású, szakmájához kiválóan értő, lelkiismeretes, becsületes emberekről van szó, tehát én most nem akarok senkit dehonestálni. Egyszerűen a gondolkodás módjuk ebből a tevékenységből adódóan értelemszerűen meghatározza azt, amit ők mondanak. Tehát amikor a nevekről kérdezem őket, akkor az egyértelmű válasz az, hogy hát ugye itt a fakitermelés. Hát az itt a központi dolog. Nem csak a Pilisben, hát minden olyan erdős területen, ahol fakitermelés folyik. És hát ugye az ösvények azok természetesen a fakitermelés célját szolgáló, a legpraktikusabban kialakított útvonalak. Az elnevezésekről pedig hát általában annyit, hogy vagy az éppen valamikor aktuális erdész, aktuális lányáról lett elnevezve, ez a leggyakoribb magyarázat, ami pedig a Disznós című történetet illeti, és most kanyarodunk vissza erre a területre. Hát az pedig nagyon egyszerű, hát a régiségben, még nem is olyan nagyon régiségben, tehát mit tudom én, 100-150 évvel ezelőttig bezárólag, az egy természetes történet volt, hogy itt az erdő közelében, hegyek között, völgyekben levő falvakban a sertés tartás, hát az úgynevezett makkoltatás keretében működött, ami azt jelenti, hogy bizonyos időszakokban a kondát kihajtották mondjuk egy kicsit a falu határán túl, a falu legelőjén túl, már ilyen erdősebb részekre, tisztásokra, ahol természetes makkoltatás folyt. Hát igen, csak hogyha az ember végignézi ezeket a területeket, ezeknek körülbelül a 99%-a olyan, hogy oda épeszi kondás, még a kutyáját sem hajtja ki, nemhogy a disznókat. Tehát általában vagy a távolság, vagy a terepviszonyok, vagy a növényzet olyan, hogy erre tökéletesen alkalmatlan. Tehát egy-két kivétel természetesen van, és arra rá lehet mutatni, de a többi 90% viszont nem. És arra meg különösen nincsen semmilyen magyarázat, hogy miért pont Dömös felett egy ilyen jó tág félkörben fordul elő annyi disznós elnevezésű hely, amennyi az egész Pilisben összességében nincs. De nyugodtan hozzávehetjük a Börzsönyt is, mert ugye a Börzsöny is elhangzott. Én ezt most úgy mondanám, hogy én nem a Börzsönyről fogok beszélni, hanem a Pilisről, amihez viszont a Börzsöny szerves módon tartozik hozzá. Tehát én a kettőt külön nem is nagyon említeném. De ez is csak, hát ugye az utóbbi idők kutatásainak az eredménye, és hát ezek nem csak a sajátjaimra kell hivatkozni természetesen, hanem hát Born Gergő, akinek hát most a szelleme lebegitten felettünk éppen, tehát rá is hivatkozni kell Börzsönyügyben, és hát sok más olyan kutatóra, akik erre már régen rájöttek, hogy bizony ez egy energetikai egység, a Börzsöny és a Pilis. Ennek kapcsán, amit most szeretnék majd megmutatni, látszik, hogy tulajdonképpen két pólusról van szó. Tehát most nem akarok nagyon előrevágni a történetbe, de a lényeg az, hogy a Börzsönyben is vannak disznós nevű helyek, és érdekes módon ezek a disznós nevű helyek valami olyan módon azokon a helyeken sűrűsödnek össze, ahol valamilyen erőre egyértelműen utalnak.
És most azért emlegetem ennyit a disznóst, mert én annak idején ebből indultam ki. Tehát ez volt az alfa. Az omega az meg még úgy nagyon messze van. Tehát lehet, hogy azt már nem is én fogom leírni. Mert hogy ez még nagyon sok kutatást igényel. És ahogy én szinte napról napra mindig találok valami újat, hát nyilván akit ez majd érdekel és tovább fogja ezt göngyölíteni, ugyanebben a cipőben fog járni, és hát egyelőre ennek a végét még nem lehet látni, hogy hol van. Tehát a disznósról mit kell tudni? És itt most utalnom kell, és hát nem tudom, hogy kinek milyen, hogy mondjam, olvasottsága van, de hát Papp Gábort azért úgy mindenki, meg az előadásait azért ismeri. Ezt most úgy látatlanban feltételezem. Tehát az a kérésem, miután most nagyon sok ilyen ősprincipiumi történetről kell beszélnem, ha csak utalásképpen is, hogy próbáljuk lelki szemeink elé képzelni azt a bizonyos táblázatot, amit sok-sok évvel ezelőtt Papp Gábor állított össze. Ez pedig a ma használatos asztrológiai rendszer, amelyet hát hívnak mediterránnak, babilóniainak, sok mindennek, tehát ez az, amit ma asztrológiának hívunk itt, és általában Európában és Amerikában. Ennek a zodiákus, tehát a 12 állatövi jegy megjelölése mellett ez a táblázat tartalmazza, hogy milyennek a keleti megfelelője. És a táblázat harmadik oszlopában pedig ott van, hogy ezeknek melyek a holtházai. Most ebben a rendszernek az ismertetésébe nem, egyrészt nem tisztem belemászni, másrészt pedig hát idő sem engedi, csak erre szeretnék hivatkozni a továbbiakban. És hát ugye, amikor ez eszembe jut, hogy hát mit is jelenthet a disznós elnevezés egy szakrális területen, hát akkor óhatatlanul ránéz az ember arra, hogy ez a keleti zodiákusban bizony megjelenik. És ez pedig a mi rendszerünkben a bikának, bika zodiákusnak a megfelelője. És a bika zodiákusnak ugye az uralkodója, tehát az az ősprincipium, ami ott uralomban van, illetve otthon van, ez pedig a Vénusz. És akkor innentől kezdve ez már elkezd izgalmassá válni, hogy miért pont a Vénusz. Én aztán utána a Pilisben nagyon sokat mászkálva, most már céltudatosan próbálom felderíteni, hogy milyen ősprincipium, mikor és hol jelenik meg, ugyanis nem statikus a rendszer, hanem dinamikus. Változik az évkör bizonyos időpontjaiban, bizonyos ciklusaiban egyrészt, másrészt viszont szintén az időciklusok keretén belül hát társulnak az adott területhez, ezt erősítő, ezt külső impulzusokkal még árnyaltabban működtető más ősprincipiumok is, amelyek viszont nem állandóan vannak jelen. És hát azt vettem észre, hogy a Pilisnek különösen ennek a területén is, beleértve azt a központi magot, amelyiket ugye dobogókörről gyönyörűen be lehet látni, és amelyet majd a sárkány gerinc bizonyos pontján, ahol az üstök gerinccel érintkezni fog, gyönyörűen be lehet látni. Tehát ez a belső mag is gyakorlatilag alapvetően vénuszi jellegű. Tehát a Pilisre valami olyan meghatározó módon telepszik rá ez a principium, hogy már ez is valami nagyon fontos dolgot jelez. És hát maga a sárkány. Tehát ha a sárkányra gondolunk, az egész Pilisben két hely van. A sárkány oldal és ez a bizonyos sárkány gerinc. Tehát ahol ez az elnevezés előfordul. És gyakorlatilag, ha az ember most már ugyanezen a nyomon próbálja ezt fölfejteni, akkor rögtön kiderül, hogy a sárkány a keleti zodiákus egyik eleme, és a
mérlegnek megfelelő állatövi jegy. Na most az ember ilyenkor fölkapja a fejét, mert már tudja, hogy a mérleg a másik olyan állatövi jegy, ahol a Vénusz van uralomban és otthonban. Ugye tudjuk tehát a 7 bolygórendszerben, a 7 ős principium közül a nap és a hold az, amelyik egy-egy állatövi jegyben van uralomban, az összes többinek 2 állatövi jegy jut. És ezek egy gyönyörű szimmetriában helyezkednek el, hogyha az ember a teljes zodiákusi évkört nézi. Na most a sárkány tehát ugyanaz a vénuszi minőséget jelöli ki, mint a bika, illetve az ennek megfelelő disznós. És hát aztán innen kiindulva kiderül, hogy itt bizony valamilyen módon megjelenik a sárkány, csak aztán ő elkezd visszafelé menni. Tehát mikor eljut az ember odáig, hogy maga a sárkány gerinc ugyan a dömöstől, a dömösi hajóállomástól indul, körülbelül így határolható be. De hogy ennek akkor folytatása bizony a Duna túlsó oldalán a Szent Mihály-hegy, ami hát földrajzi értelemben már Börzsönyhöz tartozik, de még egyszer hangsúlyozom, ez még tökéletes egységben van. És ott van a Szent Mihály-hegy, és ha már Szent Mihályról van szó, és a sárkányról, azt hiszem, hogy az asszociációink nem nagyon tévednek, amikor itt valami különleges kapcsolatot már is megtaláltunk, illetve tételezünk. És akkor az ember természetesen elkezdi tovább, mert ez még csak a Szent Mihály hegyen, ennek a gerincnek a kezdete van, tehát ott a Szent Mihály ott fogja kvázi a sárkánynak a farkát, mondjuk így finoman. Néha csavar rajta egyet, de ezt abszolút jó indulattal, tehát itt szó sincs sárkányölésről. De ezt nem akarom kifejteni, mert mondom, nagyon hosszadalmas a történet. Tehát csak utalásképpen. A lényeg az, hogy hát akkor ez valahonnan elindul. Hát a sárkánynak jó hosszú farka van. Hát honnan indul ez a farok? Mert a feje tudjuk, hogy ott van, ott végződik a keserűsben. Na de hát honnan indul? És akkor szépen lépésről lépésre elkezd fölfelé menni az ember. Ez egy észak-dél irányú tengely. És tulajdonképpen ennek a tengelynek egy bizonyos pontja mellett ott van a csóványos, ugye mindenki, aki Börzsönnyel foglalkozik, arra esküszik, hogy ez Börzsönynek az energetikai központja. Van is benne valami, de nem ez a sárkány kezdete, sőt, más minőségek sem innen jönnek. A csóványosban a marsi ősprincipium és a marsi energia szabadul föl hihetetlen intenzitással, és ez nagyon fontos. Minden más ősprincipiumi minőségben, mert egy alapvető hajtóerőről van szó, de nem a csóványos a középpont, vagy nem is a legfontosabb pont. És akkor az ember elcsodálkozik azon, hogy onnan, hát nem olyan messze, néhány kilométerrel még fölfelé, szintén ezen az észak-dél irányú tengelyen, ott van egy olyan hely, hogy Sátán Bérc. Közvetlenül alatta egy sárkány törés nevű hely. Tehát ezek egy egységet képviselnek. És hát nem nehéz kitalálni. Az ember oda megy, és azonnal látja, hogy itt valóban egy olyan kőminőségről van szó, amelyik már a sárkánynak egy másik szimbólumához vezet el, éppen a zodiákosban, mégpedig a bakhoz és a Szaturnuszhoz. Ugye a bak a megkövült, a mozdulatlan, a megkötő erő. A Szaturnusz pedig hát ugye a vulgáris asztrológia szintjén ugye az ártó, a gonosz, az a rettenetes dolog, ami ugye hát csak egyáltalán előfordulhat az ember életében, és hát ahol a horoszkópjában előfordul a Szaturnusz, ott aztán hát kőkövön nem marad.
Na most ezt felejtsük el természetesen, tehát ezt most csak azért hangsúlyoztam ennyire, hogy azonnal félre is lehessen rakni. Ez egy férc történet, szóval ezzel nem szabad foglalkozni. De viszont megjelenik, és a sátán bérc nem más, mint egy hatalmas kőtenger, de ott egy fűszál nem nő. Tehát ha valami, sehol máshol a Börzsönyben, de a Pilisben sem találni ilyen helyet. Egy-két helyen, Káli medencében itt ott föllelhetők hasonló kőtengerek, de speciál a Börzsönyben nem. És mondom még egyszer, a Pilisben sem, csak ott. És hát onnan ered a sátán. És akkor itt már rögtön eljutottunk a sátánhoz, ami megint csak egy nagyon érdekes történet, és megint csak a Bibliából ismerős történet. Pontosabban ez az elnevezés érdekes módon a héber mitológiában fordul elő ilyen néven. Tehát nem maga a minőség, hanem az elnevezés. De. És akkor itt volt a második dolog, ami megrengette a bizalmamat. Nem csak az Ószövetség, most hozzá kell tennem, lehet, hogy itten eretnekként majd vagy megégetnek, vagy megköveznek, ha már az Ószövetségre is hivatkozom. Az ott volt szokás. A tűz általi beavatás az inkább az inkvizícióra volt jellemző. Tehát sajnos azt kell mondanom, hogy annak a vulgáris értelmezésnek, amit akár egy templom szószékéről hallunk egy adott szituációban, de vagy amikor a jelenések könyve mint olyan előkerül, vagy terítékre kerül. Szóval az egész sátán fogalomnak egy olyan eltorzított értelmezését vélem én a köztudatban fellelni, amivel nem lehet egyet érteni. És nem csak azért, mert én nem értek egyet, hanem mert ahogy ez a Pilisben megjelenik, ez egy tökéletesen más történet. Egy sokkal ősibb, mert azért gondoljunk bele, hogy azért az Ószövetségnek a keletkezése az úgy majdnem évre pontosan behatárolható. Hát nem a legősibb, hogy úgy mondjam, szent könyvről van szó. Sőt, sajnos azt kell mondani, hogy sok régi kultúra, tehát alapvetően még a sumérek és az előtti mezopotámiai kultúrának, hát hogy úgy mondjam, a kis mazsoláit szedegeti össze, és formálja át teljesen, legtöbb szituációban teljesen. Hát ahogy a Lajos az előbb elmondta, éppen Nimród kapcsán, hát az ennek az csak az egyik szála. De hát rengeteg olyan, nem csak a szkíta, nem csak a magyar, nem csak az egyéb ősi, akár keleti, akár amerikai mitológiában és őshagyományban megjelenő dolgokról van szó, azok viszonylag egységesek. Viszont ez egy nagyon eltorzított formában jelenik itt meg. És hát a jelenések könyvét most véletlenül sem akarom kritizálni. Az értelmezését szeretném egy picit megvilágítani, de ez nem a mai estének az alkalma, tehát ez csak egy utalás volt erre. Itt a Pilisben működő erők szituációjában itt három alapvető dolog az, ami megjelenik. A férfi-női minőség és a sárkány. Most megpróbálom ezt majd. Itt valahogy egy oldalon a három, de hát ez még egyszer hangsúlyozom, hogy csak ilyen kis látkép vagy illusztráció most. Ott felül körülbelül most ezeket a rajzolatokat úgy kell értelmezni, ahogy ezt annak idején már jó régen, lassan 15 éve, vagy talán még régebb óta Aradi Lajos vezette be, ugye a rejtélyes ábrák
fogalmát itt a Pilisben, amely tulajdonképpen ösvények, turista utak. Nem mindig esik a kettő egybe, azért hozzá kell tenni. Esetleg patakok, vagy valamilyen kiemelt szurdok, gerinc, völgyszakasz által megrajzolt területek. Tehát ezt a térképről szépen le lehet olvasni. Ezek közül a legismertebb az, ami hát a dobogók mellékletében is még a második számban megjelent, az a koponya. Ezt pedig most csak ilyen kicsiben látjuk itt, már itt a hozzátartozó férfi minőséget és a hozzátartozó testet is igyekeztem megrajzolni ezen. Ez még mindig az a történet, hogy ugye a Lajosnak egyszer úgy kezébe akadt egy ilyen poros üveg, palack, volt benne egy dugó. És hát kíváncsi ember volt, és kihúzta a dugót. Na most hát ennek aztán hihetetlen következményei lettek, valami kiszállt ebből a palackból. Mondjuk nevezzük a Pilis szellemének, legyen valami kis misztikum a dolognak. A lényeg az, hogy innentől kezdve nincs megállás. Tehát a dolog elkezd eszkalálódni. És amikor megjelent ez a koponya, ami, hát mondom, azt hiszem a második szám, dobogókőszámnak a melléklete is, majd arról is mutatok egy képet. A lényeg az, hogy hát Lajos akkor erről elkezdett beszélni az előadásaiban, Pilisrejtés sorozat, hú, de jó. És akkor egyszer csak jött valaki, hogy ja igen, de hát akkor ott van egy test is. Akkor jött egy másik, ja de ott van még az, ja még ez. És akkor mondom, nincs megállás. A dolognak ez volt az a stádium, amiben én elkezdtem belerondítani. Tehát magyarul egy kicsit ennek nyomán még megnézni néhány dolgot, majd ezt is egy-két illusztráció kapcsán elmondom, de minden esetre azért látszik. Tehát van egy koponya, nem fej, koponya. Ezt nyilván az itt ülők közül már mindenki hallott a Lajos szájából ezt a koponyás történetet, tehát erről sokat nem akarok beszélni. Legfeljebb egy-két kis adalékkal kiegészíteni, vagy elmondani, amit én gondolok erről, de tényleg csak egy-két mondat van. És utána pedig hát az a test, az pedig hát értelemszerűen ennek a koponyának a férfi minőségét jelzi. Ugye hát látjuk, hogy ott hát bizony ottan egy ilyen meredező fütyije is van, aminek hát ugye a vége, jaj, nem kell eltakarni a szemünket, hát látott már mindenki ilyet, nem? Hát vagy a tükörben, vagy nem tudom, más alkalommal. Tehát a lényeg az, hogy az viszont éppen a szentkereszti szentkút irányában végződik, vagyis pontosan rajta. Ami hát bizonyos szent és éltető és termékenyítő nedvek jelenlétét, hát hogy úgy mondjam, erősíti meg. Tehát akinek eddig ez mondjuk még titok lenne, akkor ez most vegyük úgy, hogy a Méhecskéken túli felvilágosításnak az egyik állomása. És hát majd egy későbbi képen látjuk, hogy vannak ott még, tehát például köldök energia, ami aztán dobogókőre mutat, és szintén a Lajos által felfedezett turulösvénynek a megteremtője, hogy így mondjam, tehát abban végződik. Most leszűkítve egy kicsit a kört, tehát ez a férfi minőség, ami a Pilisben jelenik meg, ez vajon ott mit jelent? És hát nagyon sok találgatásnak lehet itt nyoma. A koponya, hogy az nem egy arc, egy ilyen szép daliás üveggel és gyönyörű körszakállal, és nem tudom, szóval valami olyan, ami a különböző
Szkíta, Szaszanida, Pártus és egyéb királyábrázolásokban megjelenik. Hát itt bizony nem erről van szó. Lássuk be, ez egy koponya. Igen ám, csak az a nagyon érdekes, hogy ez a koponya él. És nem csak a hozzátartozó test életteliségi kapcsán mondható ez ki, hanem a koponyában és a koponya körül található momentumokban is. Hát erről majd a novemberi kirándulás kapcsán majd részletesebben is esik szó, de azért néhány apróságot most is el lehet mondani. De hogyan kerül ez a pilisbe? Tehát rögtön az elején az ember megpróbál, ugye valahogy az időben visszafelé menve ezt a történetet fölfejteni. Tehát mi lehet az a szakrális férfi minőség, amik a pilis kellős közepén, ugye aminek most a jelentőségét, tehát maga a pilis jelentőségét már nem kell tovább hangsúlyoznom, tehát ez ott megjelenik, és mint ez alapvető szkíta és magyar hagyományhoz tartozó szakrális terület, hát akkor nyilván valahol ebből kéne kiindulni. És hát itt Lajosnak is, meg sokan mások természetesen ilyenkor hozzászólnak, csak néhányat említek, tehát mondjuk talán a legutóbbi, tehát a történelmünkben visszafelé menve. Ugye a legutóbbi történet időben az nyugodtan gondolhatunk ugye a kupára, tehát koppányra. És ez egy nagyon természetes és frappáns történet. Lajos föl is rajzolt oda egy négyszöget, az átlói pontosan a koponyán mennek keresztül. Koppány négy felé darabolásától kezdve nagyon sok mindenre lehet asszociálni. Tehát például a Szent Koronára is. Utána, ha még hátrébb megyünk, az egész pilisi és az egész magyar szakrális történelemnek alapvetése a pálosok. És hát a pálosok nem véletlenül a tébai remete Szent Pál rendjét hozzák létre. Na most remete Szent Pálnak a története részben életében, de leginkább halála utáni történetében bizony föllelhetők ezek a momentumok. Tehát a koponya, a lecsupaszított fej erekje, ahogy ezt visszakaptuk Prágából. És így tovább. És maga az, hogy e köré, koponya köré szerveződik a pilisi pálosságnak a legalapvetőbb területe is. Sőt, hát majd ez legyen az ősznek a feladata, a november feladata Szent Katalin idejében, hogy a koponya kellős közepén is van egy pálos kolostor, amiről nem nagyon lehet tudni. Tehát nem nyilvános, de meg lehet találni a nyomait. Nem véletlenül. Tehát ha még hátrébb megy az ember, akkor bizony, hát mondjuk nem is hátrébb, de nem, időben nem nagyon messze. Én most nemrégiben még a Turul nemzetségnek az eredetét, tehát maradjunk Álmosnál. Álmos és Erdély kapcsolata azért mindenki számára ismert. Pontosabban nem ismert, szinte senki számára sem, mert ez is egy hatalmas rejtély, de Erdélyben, egy más léptékben, de Erdély kellős közepén jelenik meg egy koponya, ami pontosan ugyanígy néz ki. És pontosan ugyanazok az ösvények és patakok, tehát jelen esetben például északon a Maros, határolja ezt a koponyát, gyönyörűen megjelenik. Majd most ebbe az alkalomban nem fér bele, de majd talán lesz még rá máskor alkalom, amikor ennek a kettőnek a kapcsolatát lehet elemezni. Fantasztikus történet.
Tehát álmosra is visszavezethető ez a kapcsolat, és ez a koponya. És akkor utána, most már túlszaladva Szent Pálon, hát hova jutunk el a régiségben, és hát ez bizony Nimród, amiről most Lajos a pilisi megjelenésében is sokat beszélt. Én egy másik szempontból találtam meg ennek az azonosságát, és majd erről néhány mondatot el fogok mondani. De hát valóban Nimród jelenik meg, és hogyha még tovább megyünk, akkor ez valóban egy isteni férfi minőség. És ezt nevezhetjük Nimródnak, nevezhetjük Szent Pálnak, Álmosnak, Koppánynak. Ezek szépen úgy rárakódnak az időkben. De azt kell, hogy mondjam, Nimród előtti szituáció már az, amikor ez ott van. És ez létezik, ez megjelenik a pilisben. A pilisben az embernek a leszületése, tehát az ide való leszállása előtt ez már jelen van. A női minőség, na ez viszonylag új. Erre is érdekes módon pont a sárkány gerinc kutatásai, ahogy nyomultak fölfelé az észak-déli tengely mentén a Börzsönyben, egyszerűen ott derült ki, ez a Börzsöny legtetején van. Pontosan ugyanolyan ábra, mint a pilisben a koponya és a test. Na most, amit itt látunk, egy áldott állapotban levő nő. Gondolom, ez mindenki számára rögtön egyértelmű. Ha mégsem lenne az, akkor meg van jelölve ott a méhében egy ikerpárt hordoz. Hogy az miért ikerpár? Hát nagyon egyszerű, oda van írva. Az egyiket úgy hívják, hogy Kispúja, a másikat úgy, hogy Nagypúja. Ez a két hegynek a neve ott. Fölötte pedig tulajdonképpen itt most ezen nem látszik, mert rossz ábrát választottam, de a legutóbbi dobogókönyvnek a mellékletében egy teljesebb ábrában jelenik ez meg, ugyanez, tehát több információ van rajta magyarul. Tehát a mellékletben ez jól látható. Ez a reklám helye természetesen, tehát a dobogókönyvet tessenek olvasni. Minél többen és minél többet. Tehát ott ez egy teljesebb történetben jelenik meg, ugyanez az ábra. Abból viszont az is kitűnik, hogy itt ezt a szülést a bába felügyeli. Itt van ugyanis a Bábahegy. És hát alatta pedig hát ott van, hát azon a bemeneti részen ugye az a Rakottyás nevű hely, itt a fejérnél Drégeivár jelenik meg, csak hogy a Táborhegyre utaljak, amiről szó esett Lajos előadásában, itt ez a rész, tehát közvetlen a fejér alatt Tábortető. Nincsen más tábor nevű hely itt sem a Börzsönyben. Itt van Tábortető, és ott van Drégeivár. Hát Drégeivárat annak idején együtt fedeztük fel Vári Pistával, úgyhogy én ezzel nem is akarok részletesen foglalkozni, nem csak idő hiányában, hanem azért is, mert ez inkább az ő területe, ő foglalkozott ezzel teljes részletességgel. Csak annyira utalnék, hogy ez már viszont közvetlenül utal a sárkánnyal való kapcsolatban. Drégeivár ugyanis a viszonylag nem túl régi térképeken is latin nevén Castrum Dragol, sárkányvár. Ha Sumérból akarjuk fölfejteni a nevét, már pedig Bobulaida ezt megtette, a Daragul a
az tulajdonképpen ebben a mondakörben, vagy mitológiai körben Enlil, aki egy közbenső stációban válik főistenné, őre utaló történet, ő a levegő és a szél ura, ezt megelőzően, mielőtt főisten lesz. Tehát ezt úgy fordítják, hogy a viharisten vára. Gyakorlatilag a sárkány minőség jelenik meg, de olyan hihetetlen erővel, és ez egy olyan szakrális pontja, nem csak ennek a női minőségnek, hanem egész Börzsönynek. De nem véletlenül, mert tudnék pont a fejért védi. Tehát egy olyan szakrális pont, amit 1552-ben a török hadsereg annak árán foglalt el, hogy látszólag teljesen értelmetlenül kockára tette ennek a hadjáratnak az eredményét, mint ahogy nem is sikerült befejeznie. Tehát Eger váránál tulajdonképpen megakadt ez a támadás. De viszont az egri csillagok, hogy úgy mondjam, története egészen másképp alakult volna, ha a török célja az lett volna, hogy Egert foglalják el, de nem azt akarták elfoglalni, hanem Drégeivárat. És azzal pontosan azt a 3 hetet vesztegették el, amelyik a hadjárat sikeres befejezése, tehát katonai értelemben sikeres befejezéséhez vezetett volna. Ugyanis tudjuk jól, hogy Eger ostromának, tehát egy hajszálon múlott, hogy ez vagy az. Ugyanis, ha még van egy hetük, de lehet, hogy csak 3 napjuk a törököknek arra, hogy még egy rohamot vezényeljenek, és összeszedjék magukat, akkor simán elfoglalják. Tehát onnantól kezdve lendületből elfoglalják Egert. Az egri vár és a védők gyakorlatilag kivéreztek. Tehát egyéb ember már nem volt a várban. Semmilyen ellenállás nem lehetett volna. Tehát odáig jutottak az utolsó roham után. De bejött a rossz idő. Tehát ez az október vége, ez gyakorlatilag véget vetett a történet. A török sereg már eddig is csúcsot döntögetett. Tehát ő már sokkal előbb befejezte. Tehát tudjuk, hogy a Szent Mihály napnak az egyik, hogy mondjam, neves ideje, az a hadjáratok befejezése. Szeptember végén mindenféle hadjárat befejeződött ebben az időszakban. A törökök október végéig húzták, de onnantól már az utolsó napon már nem. Most gondoljuk meg, ha csak egy héttel előbb érnek oda, mert kihagyták Drégeivárát, akkor az egri csillagok, mondom, másképp alakul ez az egész történet. Másfelől Drégeivárnak viszont semmilyen katonai jelentősége nincs. Tehát a törökök simán kikerülhették. Tehát az összes olyan út, hadiút, ami a felvidékre vezetett, az kilométerekre van ettől a vártól, ami egy pici pont, onnan semmit ellenőrizni már hadi szempontból nem lehet, semmilyen katonai értelemben vett erőt nem is képviselt, mint hogy nem is képviselt. Tehát Szondi György 146 emberével gyakorlatilag hát egy önfeláldozó gesztussal védi meg ezt a helyet, és Szondi György pontosan tudja ennek a helynek a jelentőségét. Hogy ő itten a királyházát, vagyis boldogasszony házát védi. Semmi, ez egy szakrális jelentősége van. Ezt a török is tudta. És ezért ez volt a fő cél. A többi az csak sallang. Egri csillagok ide vagy oda, kedvenc olvasmányom gyerekkoromban egyébként. Körülbelül 25-ször olvastam el. No, hát a lényeg az, hogy ez tehát már a sárkány erőkkel való kapcsolatra utal. Látjuk ott a torkánál, torokcsakrájánál megint megjelenik egy olyan név, hogy sárkány törés, amit már mondtam, hogy a sátán bérc a sárkány indulása alatt is megjelenik.
A szíve helyén szívszakasztó bérc van. A szájánál a kimondás az pedig az Árpád bérc. A mai térképeken tányéros tető van föltüntetve, de míg a 1700-as évek végi második katonai felmérésnek a térképén még Árpád bérc szerepel. Most egyelőre legyen csak ennyi elég arra, hogy nagyjából felismerjük ennek a jelentését. Figyeljünk fel arra, hogy itt alul van egy Dorottya bérc nevű hely, alatta Dorottya lápa, Dorottya völgy, tehát egy dorottyás egység. És tulajdonképpen ez annak az észak-déli irányú tengelynek a teteje, ami itt jelenik meg. És most a sárkányságról tényleg nem akarok többet beszélni, nagyon. Inkább csak ezzel szimbolizálva, vagy ezzel jelölve, vagy ezzel utalva rá mutatnám meg. Tehát lényegében, most nem tudom, sajnos már messziről biztos nem látszanak a feliratok, úgyhogy csak nagyon röviden, itt van a Dorottya, az a bizonyos Dorottya bérc itt. És innen indul ez a tengely. Hát én ezt olyan magam szerény módján én neveztem el Szent Mihály tengelynek. Ugyanis egy függőleges, egy vertikális, vagyis eget-földet összekötő szakrális égi tengelyről van szó. Ha sárkánynak a minőségével kapcsolatban az égi hierarchia, tehát az isteni hierarchiák közül ugye a Szent Mihály az, ami ezzel nagyon szoros kapcsolatban áll. Egyébként nem csak ezzel, mással is, de hát az arról majd talán később. És ezen a tengelyen szépen végigmenve gyönyörűen követhetők azok az ősprincipiumi impulzusok, amelyek végigkísérik a sárkányt az útján egészen a keserűség. Tehát mindjárt kezdetben ugye a sátánbérc, sárkány töréssel szintén, tehát innen indul. És utána hát azt lehet érzékelni, hogy ez a pillanat az, ahol a jupiteri energiák impulzusa hívja ezt életre, ez pedig a Dorottya. A dobókőben le van írva, hogy minek kapcsán tekinthető jupiteri principiumnak. A lényeg az, hogy viszont innen már a sátánbérctől kezdve végig a Vénusz és a Hold. De ez teljesen végig és egyértelműen uralomban kíséri végig. Na most tudjuk, hogy azt már megbeszéltük, hogy a bikában, tehát a disznóban a Vénusz otthon van, a Hold pedig uralomban. A Hold pedig erőben. Tehát ez a kettő valóban végigkíséri, és a bika, a vénuszi principium, ami most megint csak utalásképpen mondok, mert ez is le van írva részletesen, ez a boldogasszonyi minőségnek az alapvető jelölője. A Vénusz és a Hold. És ez megy végig. Természetesen Dorottya, az pedig, ugye tudjuk jól, hogy a Teodóra névnek a magyar változata, ez pedig Isten ajándéka. Ezt jelenti. Sőt, Doroteának is, tehát van ez a fordított változata is, ami viszont az Isten nő ajándéka, a te az nőnemben van itt ebben az összetételben. Vagyis magyarul ott a boldogasszonyi minőség, az Isten anyai minőség gyakorlatilag küldötte ajándéka Dorottya, aki elindítja ezt a folyamatot. A sárkány tehát gyakorlatilag Isten küldötte. És hát ugye ez a Jelenések könyvében is gyönyörűen össze van párosítva. Négyféleképpen jelölik a sárkányt.
ugye, melyik, ugye a sárkány, a kígyó, a sátán és az ördög. Most ez a négy azonos minőség. Nincs kibúvó. Szóval ezt sokszor mondták, hát nem, hát a sárkány az hol sátán, hol nem sátán, nem. Az mindig ugyanaz. Csak hát a sátán fogalmunkat kéne egy picit átgondolni. Hogy az valójában micsoda. De erről most sokat nem fogok tudni beszélni, úgyhogy abba is hagyom. Csak gyorsan végig követjük. Itt van még keresztben egy tengely. Mária Nostra kósparlag szokolya. Ez a tengely gyakorlatilag az összes a börzsönyi pálos jelenlétnek a sűrített, tehát a koncentrált területe. Szokolya melletti Paphegyen pálos kolostor volt. A mai református templom pálos templom volt Szokolyán. Szokolya címerében Szent György, tehát alapvetően ő a szokolyai címer. Kósparlag, szintén pálos terület, ők nevezik el, az előtt lakatlan terület volt, de az erejét azt már akkor is nyilván megmutatta. Kósparlagnak nevezték el a pálosok, innen van a kósparlag elnevezés. Alatta van a toronyaljai pálos kolostor. Ma is felfedezhetők a romjai. Térképek is jelölik. Hát Mária Nostráról nem kell különösebben beszélnem. Mária Nostra egyébként Szent Mihályi erők alatt működik. És hát ezek után most már az csak utalásképpen, hogy vadálló. Emlékszünk, Pilisben mindenki ismeri. Egy hely van, amit így hívnak, a vadálló kövek gerince. Ugye? Hihetetlenül látványos rész, nagyon közismert, nagyon felkapott, nagyon sokféle verzióban magyarázzák a jelentőségét. Minden esetre az egyik legfontosabb útvonal. De a sárkánygerinc rendszerének az egyik útvonala, tehát rögtön hozzá kell tennem. Tehát a keserűsre, mint központra fölvezető gerincek egyike. És mellette van még néhány, ami legalább ugyanolyan jelentőségű. Csak már nem annyira látványos, jobban le van pusztulva, és így tovább. És hát gyakorlatilag ez a tengely itt folytatódik, itt van az a bizonyos Dunakanyar, a Szent Mihály hegy, amiről meg hát majd még hamarabb, mint a Koponyáról, szeptember 29-én, pont a neve napja hétvégére esik, úgyhogy szerencsés egybeesésben meg lehet szervezni erre a szent időre ezt a túrát. Majd ott fogunk megismerkedni vele, és ez végigmegy egészen a Pilis legaljáig, ez az észak-déli irányú szakrális tengely. És hogy ennek milyen jelentősége van, tehát itt elindul ezzel az erővel. Mondom, a Vénusz és a Hold principiuma alatt végig. Majd a csóványosnál becsatlakozik a marsi erő. És lényegében ez a három principium megy végig a keserűség. Innentől kezdve ez végig kíséri. És itt van a sárkánygerinc. Tehát ez még az a rész, ami látszik ezen a képen. Azt nem sikerült még egyelőre összekovácsolni, mert ott már ezek nagyon pici kis pontok lennének, felismerhetetlenek, azért nem is nagyon igyekeztem ezt összedolgozni. De végül is ez lent folytatódik, és hát csak egyet jellemzésül. A Pilisben öt olyan hely van, ahol Mária jelenés volt. Pontosabban lehet, hogy több helyen is volt, de ezen az öt helyen bizonyosan, és ezen az öt helyen pedig Mária kegyhely
épült. Melyik ez az öt? Mind a tengelyen van, és a tengelyből sarjad ki. Hát gondoljuk meg, hogy a Kárpát-medencében együttvéve több ilyen Mária kegyhely van, mint mondjuk Európában összesen. Ezen belül a Pilisben öt. Na most, mit tudom, hogy Franciaországot nézzük, akkor ott van egy-kettő, hát ugye a Lourdes. Szóval ezek ilyen nagyon jó PR tevékenységek folytán, hát világszerte közismertek. De ez a pilisi öt hely mindegyike egyenként legalább ugyanolyan jelentőségű, mint a többiek. Melyik ez az öt? Itt van a Szentfa kápolna, onnan indul a vadállóköveg gerince, ugye tudjuk. Dömös felől indulva. Alatta, nem sokkal, Szent Kereszti, Szent Kút. Szintén Mária kegyhely. Mária jelenés helyszíne. Tovább megyünk, akkor Dobogókőn a Mária kegyhely. Ugyanez a minőség. Még lejjebb megyünk Csobánkán, Csobánka alatt, Ziribár felé menet. Is van egy Szent Kút nevű hely. Mária jelenés szintén 1800-as évek közepétől. Kápolna épül rá, a legutóbbi évekig gyakorlatilag működtetve volt. Tehát minden hétvégén misét tartottak benne. Tehát egy abszolút élő szent helyként működött. És hát ahol végződik ez a tengely, ez már tényleg a Pilis legalja. Tulajdonképpen már, ha szigorúan veszük, ki is csúszik a Pilisből már a Budai-hegységnek a hatóköre. Ez pedig a Mária remete. Mária remetei kegytemplom, tehát ez ott végződik. Ennek is van egy szép története, Vári Pista előadásában ezt majd elmondja. Vagy meg kell tőle kérdezni, ezt most nem akarom helyette. No, szóval ez az öt hely, és csak ezenek a tengelynek a mentén. Ez innen elindul, és a Pirisben így virágzik ki. És hát van egy horizontális tengely is. Ez pedig szintén általam, hát nem csak általam, hát az ember a térképre néz, akkor rögtön kiderül, hogy ez valóban egy Szent György tengely. Miről szól a horizontális vonal? A földi sík, az anyagi világ síkja, tengelye. És hát ezt nagyon egyértelműen kijelölik. Tehát tényleg elég elővenni a térképet. Itt, ezen már nem látszik, Esztergom. Mellett Szent György mező. Itt Visegrád mellett, ismerős gondolom, Szent György puszta. Már ez a kettő kijelöli, de nyugodtan mehetünk még tovább. És a Szentendrei szigeten, éppen Magyar Gábor aranyos Szegellete című birtoka mellett, teljesen véletlenül, ott van egy Szent György domb nevű hely. És hogyha a szigetről átkelünk Vácra, ugyanezen tengely mentén, ott van egy Szent Mihály hegy Vác területén belül, tehát belterületén belül. És nyugodtan meghosszabbíthatjuk még arra is, erre csak a napokban jöttem rá, szintén Esztergomnál át a Dunán, felvidék, már felvidéki terület. És pont elibe talál egy Bélavár nevű helyet. A Béláról annyit kell tudni, négy Árpád-házi királyunk neve, mind a négy, közvetlenül kapcsolódik Dömöshöz és a Sárkányhoz. Béla. Fölötte egészen véletlenül van egy olyan falu, hát ez fölállt a hátamon a szőr, amikor megláttam, erre nem is számítottam. Ott van Sárkányvár nevű falu. Bocsánat, rosszul mondtam, Sárkány halom nevű falu. És alul pedig Györgyhalom,
alatta. Ami most ótúl van odaírva, hogy Györgyhalom, a magyar megfelelője Szent Györgyhalom. Szintén egy falu. Ez most csak a napokban derült ki számunkra, talán két hete. Tehát ezt még hosszabbítgathatnánk mind a két irányba, azt hiszem találnánk még erre mindenféle helyeket, ugyanúgy, ahogy az észak-déli tengelyt is. No, hát ennyit a sárkányságról. Most csak ilyen szimbolikus megjelenésébe is utalásszerűen. És akkor most gyorsan. Itt még látunk egy kinagyított képet, ahol talán jobban lehet ezt látni, de nagyjából mindent elmondtam róla, úgyhogy ezzel most tovább nem foglalkozunk. Ugyanez van kicsit kinyagyítva az előbbiről, de arról is el tudtam mondani, amit nagyon akartam. Itt pedig hát azért most egy kicsit jobban látszik ez a dolog. A férfi minőség, koponya, a hozzátartozó test. És itt van ez a bizonyos kis helyes kitüremkedés, és itt van a Szentkút. Ez a Szentkút pontosan. Ide most nincs berajzolva a köldök energia is a végén ugye a turullal, de majd következőkben lesz egy ilyen képünk is. Na nézzük, ez az a bizonyos koponyáról szkenneltem be, ami a dobókő mellékletében jelent meg. Nagy szépen ki volt nagyítva, tehát jobban lehetett látni, mint hogyha a turista térképről másolom. Azt látjuk, hogy van egy agya is. Kis szoplák és a nagy szoplák. Most majd novemberben, aki eljön, és akkor lesz rá alkalom egy kicsit bővebben beszélni, akkor majd elmondom mindezt. Maga az, hogy mi a szoplák, és ez hogyan működik az agyban. Ezt megint csak most azért nem akarom elmondani, egyrészt, mert nincs idő, másrészt meg a Radi Lajos előadásában ez nagyon plasztikusan kiderül, sőt Born Gergő is. Azt hiszem a legutóbbi itteni szántói előadásában a koponyáról és a gyémánt jogartestről beszélt. Ugye talán voltak itt a jelenlevők közül is ezen az előadáson. Tehát innen azért sok mindent lehet már erről tudni. Én most csak fölsorolásképpen egy-két dolgot, hogy itt mi hogyan jelenik meg a koponya mellett. Tehát ha elindulunk a két bükkfa nyerektől, akkor gyakorlatilag ördögjukbarlang döme halála, ez a kereszt jelöli, Mária pad, és utána végig a Vaskapu völgy. Na most ez miért érdekes? A Vaskapu völgy alatt Vaskapu hegyet látunk, Vaskapu szurdokot, és ez a szikla pedig, amit úgy hívnak nemes egyszerűséggel, hogy Vaskapu. És ha már egyszer ilyen sűrített formában van jelen ez a minőség, akkor érdemes erről legalább egy szót ejteni. Mit jelent a Vaskapu? Most az első megfejtése az lenne, hogy hát a vas ugye a Mars ős principiumnak a féme, tehát valamilyen marsi energiára utal. Hát ez részben igaz is, de nem ez a... Itt, ebben a szituációban nem ez a lényeg. Hanem az, hogy most megint csak utallás, szóval nem nincs idő ezt kifejteni. A Vaskapu gyakorlatilag dimenziókaput jelöl. És itt nem csak égi, földi, hanem horizontális dimenziók közötti átjárást is jelent. És hát nem véletlenül van ez itt ilyen mennyiségben. Aztán majd később meglátjuk, hogy van ennek még egyéb vonatkozása is. A döm, tehát ha valaki a cucorfogarasit elkezdi tanulmányozni, akkor a döm szógyök, az valamilyen a dömeségre utal, tehát a tömör,
az erős, a szilárd. És hát egyrészt ez a Dömös nevében benne van, másrészt benne van Dömörkapu nevében. Most Dömörkapu pedig törökből eredő megnevezés. És nem csak az ótörök, a mostani török is úgy hívja az aldunai vaskaput, hogy Demirkati. Pontosan ezt jelenti. Vaskapu. Tehát Dömörkapu is vaskapu, csak nem így hívják, hanem a török kifejezéssel jelölik. És hát miért mondtam ezt, ott van Döme halála. Na most ez dokumentáltan a pilisi nevek közül olyan, ami ott kinn is van táblán, hogy ez a hely és ez a kereszt milyen Döme halálát jelöli. Tehát van egy, nem tudom most a vezeték nevét, azt hiszem 57-ben történik ott egy baleset. Az ottani erdész, valamilyen Demeter, akit Dömének hívnak, amúgy kollégái és barátai, ott hal meg. Az ő emlékére állítják a keresztet és az emléktáblát. Döméről most beszéltünk, hogy valójában a vas minőségre, a vaskapu minőségre utal. És ez tipikus példája ezeknek a bizonyos pilisi neveknek. Tehát amikor mondtam, hogy az erdészek azt mondják, ja, a Piroska hegy, ja, Dorottya Bérc, hát persze, ott éppen lakott erdész, és akkor az ő lányáról nevezte el, mert ez az ő szíve joga. Igen, lehet, hogy volt, és nem véletlenül került arra a helyre. Tehát igazuk van az erdészeknek adott esetben, de igaza van annak az ősi, szakrális erő megnevezésének is, amelyet tulajdonképpen ez a név hordoz. És hát a Döme pontosan erre egy nagyon jó példa. Tehát dokumentáltan is igazolhatóan csak néhány évtizedig, tehát még az ember emlékezett, generáció emlékezett hatókörén belül megjelenik ez a történet, de nem véletlenül ott van a Döme. És hát itt a vaskapuk végig, majd pedig a nagyszoplák és a kiszoplák. Ami érdekes továbbiakban ez a hozzátartozó test, itt jönnek, amire azt mondtam, ilyen kis gagyi ábrák, amiért elnézést kérek, de tulajdonképpen csak a magyarázatként, vagy jobb áttekinthetőség kedvéért talán. Mégis ez jobb, ott van fönn Dömös, tehát ott van az a bizonyos Dunakanyar, onnan indul a sárkánygerinc, prédikáló széken keresztül, és gyakorlatilag valahol itt van, közvetlenül mellette a keserűs, tehát ott végződik. És onnan, hát a sárkány erő tulajdonképpen most már egy pilisi energia mezőre ráhangolva és áttransformálva, de tulajdonképpen itt aztán végigmegy mindenfelé. Tehát ez egy kicsit olyan, mintha ez lenne a pilis működtetésének az erős áramú csatlakozása. Most ilyen műszaki hasonlattal élvén. Igen, itt van ez a bizonyos belső mező. Itt van Árpádvár, Rámhegy, Magashegy. Ugye tudjuk, hogy a Nimród csillagkép pilisi levetülésének az övcsillagairól van szó. Ez az a bizonyos belső mag. Dobogókő ennek az egész helynek a központja. Nem kell azt hiszem részleteznem, hogy ez miért van így. A lényeg az, hogy ennek a túloldalán van a koponya és a test, tehát tulajdonképpen ez a férfi minőség. És dobogókon keresztül köti össze az Isten anyai minőség ezzel az isteni férfi minőséggel, a sárkány köti össze, és a sárkány erő. Ehhez tartozó történet egy ilyen körbevevésben, amit említettem már, hogy pálos kolostorok, hát gyakorlatilag ugye itt van Szent Kereszti Klastromkert, itt a különböző történelmi és régészeti dolgok megoszlanak, ez eredetileg ciszter volt, aztán majd a pálosok elorozták
Most ebben nem menjünk bele, itt van Klastrom puszta, ami már ugye ez kétség nem fér. Itt van a Szentléleki Pálos kolostor, és hát itt van Dobogókő, és itt most ebből a szempontból nem is annyira Dobogókő, hanem az alatta levő zsiványsziklák, ez izgalmasak. Ez a terület, és akkor ez megint csak egy félmondatos utalás, akár Gönczi Tamástól, akár más forrásokból tájékozódunk, tulajdonképpen az úgynevezett elveszett város. Tehát egy nagyon ősi, tehát nagyon-nagyon régi templomváros, amelyiknek hát csak a zsiványsziklák és környékének kőemlékei utalnak rá, de tulajdonképpen ez az a terület. És ezzel van egy olyan nagyon érdekes kapcsolata ennek a koponyának. Hát itt most megint a saját kis kézirajzom, ugyanezek fölnagyítva, amit az előbb már elmondtam. Nagy szoplák. Hát itt tulajdonképpen azok az erővonalakat ábrázoltam pirossal, amelyek kimérhetők ezen. Nagy szoplák tetejétől kezdve, ilyen kvázi ebben az irányban, délkeleti irányban, ilyen koncentrikus körökben teraszok, de szabályosan kivehető teraszok, és a támfal és egyéb épített falmaradványok nyomai fedezhetők föl. Például egy tengelyen fölfűzve ezek pontosan ilyen kő lenyomatokat jeleznek, csak egy érdekesség. Ez pontosan észak-nyugat-délkelet irányú ez, azért is rajzoltam ide ezt, hogy ez egyértelmű legyen. És természetesen, mint hogy a Pilisben minden erővonal rendszerre ugyanez vonatkozik, ez egy raster-szerűen jelenik meg, tehát rámerőleges vonalhálózatban is van. Ez bizonyos területeken egy fővonal és az interferencia vonalai, vagy rezonancia vonalai, inkább ez a jobb kifejezés. Rezonancia vonalai jelennek meg. Hát itt is ez a helyzet, a tetőn megy át egy fővonal, és azután hát egyre táguló távolságokban a rezonancia vonalak. Igen, a kis szoplákot ezt akartam megmutatni. Tehát ott van a kis szoplák. Ha majd eljutunk netán valamikor arra, nem biztos, akkor ott van az a bizonyos páros kolostorom maradvány, amit említettem, és ami nincsen a kataszterben, hogy így mondjam. Tehát a páros kolostorok kataszterével. Nyomai egyértelműen föllelhetők, és tulajdonképpen az alapterülete is ki van jelölve a kövek által, tehát az is teljesen egyértelmű. A tájolása pedig ez a délkeleti tengelyen van. De ami ebben még fontos, hogy itt ennek van ez alatt egy kőbánya. Az nagyon könnyen megközelíthető, tehát épített út vezet oda a két bükkfanyerektől. És ott egy ilyen nagyon érdekes, a kőbányának ezt a kicsit íves vonulatát követő Szent György vonal van. Ami azért furcsa, mert általában az egyenes szokott lenni. És ez volt az első ilyen, amivel találkoztam, hogy hát így bizony íves. De hát aztán, amikor az ember végigmegy a sárkánygerincen, hát ott is végig Szent György vonal megy, és hát az bizony, hát ahogy a sárkány farok is, gerinc is, ugye hát az egy nem ilyen líniával meghúzható nyíl egyenes vonal, hanem bizony követi a gerincnek ezeket a kis kanyarjait, hajlásait. Úgyhogy ez mostanra már számomra teljesen természetessé vált, viszont az erre merőleges vonalak, ugye, ami ezt a rastert jelöli ki, az ennél fogva egy fókuszpontba fut össze. És hát ez pedig a zsiványsziklák. Tehát ez, és ha majd ránézünk egyszer egy koponyának a
a tekintetére, hova mutat ide a zsivány sziklákra. Tehát ez a bizonyos elveszett város szituációja az, amit megjelenik. Na és itt van az a, most már a test, de most már ez a kis köldök energia végén a turulval, ami a dobogókőnél van. De már ez is be van így szabad kézzel rajzolva, persze térkép után. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ennek a testnek a tengelye pontosan észak-nyugat-dél-kelet irányú. Ez a bizonyos kitüntetett tájolás. Egyébként ilyen félmondatos megjegyzésekből, vagy talán egy-két mondatos megjegyzésekből korábbi kutatások vagy kutatók is kiemelt fontosságúnak tartják. Más szempontokból persze ezt a dél-kelet irányú tengelyt a Pilisben, de itt nagyon markánsan megjelenik. Tehát végig a test tengelyének ez az iránya. És hogy mik vannak ezen? Hát magán a tengelyen, és hogyha ezt egy pár száz méter szélességre kitágítjuk, már pedig ugye egy természetes környezetben ez nyilvánvaló, akkor látjuk Vaskapu Esztergom mellett, ott fönt. Aztán átmegy a Ráróhegyen és a Pálos Kolostoron. A Ráróhegyről tudjuk, hogy a Nimródi csillagképnek a felső válcsillaga, a Bellatrix. A Pálos Kolostor, ez most nem igényel külön magyarázatot, Szent Illegtető ott van benne. És így megy át a Koponyán, ahol az előbb már mutattam azt a négy vaskaput a műgyegy rakáson. Érdekes, vaskaputól indul, vaskapun megy keresztül, Döme halálán megy keresztül, itt van a Klastomkerti, tehát az a Szent Kereszti Kolostor, amin átmegy Pilistető. Hát a Szentkút kapcsolatát, meg a dobókői turulóval való kapcsolatát már az előbb mondtam, de most a tengelyt nézve Ziribárt is érinti. Majd, hogyha hajnalban a napfelkeltét megnézzük, akkor arra ugye azért rálátunk majd. És ami nagyon fontos, hogy min áll. Tehát hol a talpa. Ez itt Csobánka. Ez. Egyértelmű, hogy a kevélyeken áll. Hát most erről megint csak egy utalás, tehát egy fél mondat. Az ezüst kevély a turul energiáknak a központja. Tehát itt ezt emlegetik úgy is, hogy odaépült egy ilyen turul, naptemplom, stb. De ha csak az energiaérzékelésen rehagyatkozunk, akkor is teljesen egyértelmű. És erre nem én jöttem rá, tehát ez most nem az én érdemem. Már előttem jóval korábban is. Ez nyílt titok volt. Tehát magyarul turul energián áll. Innen kapja azt a működtető erőt, amelyet, hogyha most ezzel a műszaki hasonlattal élek, hogy a sárkánygerinc az erős áramú becsatlakozás, akkor ez a gyenge áramú. Tehát ez azt a tudást, azt a szellemi működtető erőt fogja jelenteni, amelyik a Pilis központ dobogókő szakrális működésében is egyértelmű, és felelhető, és megtalálható, és főszereplő. De hát turul energiáknál tartunk, és ilyenkor nem csak álmos anyjáról szól a történet. A turul ugyanis egy turul energia, turul minőség, az nem innen kezdődik. Az egy sokkal régebbi dolog. Tehát megint csak utalásképpen nyugodtan gondolhatunk az óegyiptomi történetekre és Hórusra. És így tovább. Most nem akarok még más példákat sorolni, mert sokáig tartana. De
Éppen ezért folytassuk ezt a tengelyt, ez már nincs rajta az ábrán, tehát itt most már csak képzeletben. Tehát, hogy hosszabbítjuk a térképen, meg a földgömbön, akkor ez átmegy az aldonai vaskapon is. Ja, most már unos untig a vaskapukról van szó. Gyakorlatilag az összes vaskaput végig szántja ez a tengely. Az összes benne van. És ha már idáig eljutottunk, akkor az ember telhetetlenségében mit csinál? Szóval, na, hosszabbítsuk meg még tovább. És akkor, mikor ez 6 évvel ezelőtt körülbelül rájöttem, akkor ez azért olyan kicsit a villámcsapásszerű volt. Egyrészt az egyszerűségénél, a nyilvánvalóságánál, és ennél fogva nagyszerűségénél fogva. Ugyanis ez Jeruzsálemben, a Koponyák hegyébe fut vele. Tehát gyakorlatilag, és most ez így már éjfél után, nem akarom elmondani, megint csak akárcsak a legutóbbi előadás Born Gergő részéről is foglalkozott a Koponya hegyel, vagy Koponyák hegyével, Jeruzsálem mellett. Úgyhogy onnan kapja. Ehhez azért még megint csak egy fél mondatot muszáj hozzátenni. Tehát Jeruzsálem most Izrael fővárosa. Bár erre még többen igényt tartanak. De ezt most hagyjuk. A lényeg az, hogy mindenki által ismert tény, hogy ez egy ősi szkíta szentváros. Tehát a Hierosolyma, ez nem a magyar déli bábos krónikákban jelenik meg ilyen néven, hanem bizony görög, sőt, még korábbi asszír, tehát sími népek megnevezésében is már így jelenik meg. A Szent Sólyom városa magyarul. Úgyhogy hát ez a rendszer, ez a Pilisben megjelenő férfi minőség bizony ezt jelöli ki számunkra. És hát azt mondtam, hogy Nimród is fölmerül itt, rávetül a gyanú árnyéka erre a koponyára, illetve testre, hogy sok fölsorolt lehetőség közül az egyik a Nimród. És hát itt Lajos nagyon érzékletesen elmondta ennek a történetét, ami egyébként hát a Kincses Barlangban is, meg a Tári Hiungürüzben is, ugye, tehát ez az ősgesztának a török fordítása, amit aztán törökbe fordítottak vissza magyarra. Pontosabban előbb még németre, meg sok minden más, és az magyarra is. Tulajdonképpen ebben jelennek meg dolgok, ahol hát Nimród felesége például ebben a Tári Hiungürüzben nem Ené, hanem Akisza, aminek a jelentését megint csak a sumérból lehet felfejteni. Körülbelül olyan minőségi szinten, ezt hangsúlyozom, tehát tulajdonképpen egy olyan nagyon jól alakuló, vagy olyan nagyon tetszetős, de hipotézis szinten, mint például a Boldog Asszonyunkat, ahogy Bóbula Ida, majd aztán ezt veszi át Badinyi Jós Ferenc is, fejti föl a Boldog Asszán, ugye az életet adó asszony, istennő, a Boldog Asszony. Hasonlóan ez a szó összetétel is a sumérban, tehát Nimród felesége a Tári Hiungürüz szerint, tulajdonképpen 3 szótagból ég és föld megtermékenyítettjeként fordítható. Mind a kettő nagyon jó, tökéletesen ül,
egyetlen egy pici baja van, tehát hogyha most ilyen nagyon tudományosak akarunk lenni, akkor az az egy pici bibi van csak benne, hogy ilyen összetételben még egy táblán, egy ékiratos feliratban sem fordul elő egyik sem. Tehát ezeket így szépen össze lehetett rakni, de így ebben a formában nem nevezték sem a sumírok, sem az akkádok, sem senki más. De hát most fogadjuk el, mert tényleg nagyon jó hangzik, és egy kicsit úgy dagadt tőle a keblünk, tehát miért is ne. Na de én azt mondtam, hogy nézzük meg a másik verziót, amivel egyébként, tehát az egyiptomi vonalát ennek a dolognak. És hát koponya kutatás kapcsán megint csak a Radi Lajosra kell hivatkoznom, aki szintén foglalkozik ezzel a dologgal, és nagyon sok érdekes dolgot mutat ennek a kapcsolatáról, de én most egy picit más, én konkrétan ennek, és tényleg csak nagyon röviden, tehát nem akarok az egyiptomi történetekbe nagyon belemászni. Osirisról van szó, aki az Enneádok nevű kilencesség, tehát az isteni kilencességnek, ez a legrégebbi egyiptomi teremtés mítoszhoz tartozó történet, ennek az alsó szintjén van jelen. Tehát Átum a főisten, aki az ős óceánból felmerül, és önmagából, hiszen egyedül van a világon, mint az egyetlen Isten, a Teremtő Isten, nemzi az utódait. Nem akarom elsorolni őket, a lényeg az, hogy a legalsó négy figura, négy testvér. Görög nevükön Ízisz, Ozirisz, Neftüsz és Szét. Na most ők az akkori bevált recept szerint házaspárok is, tehát Ízisz, Ozirisz, Szét és Neftüsz. És most megint nem akarok az Ozirisz történetbe a Széttel és Horusszal való kapcsolatba belemenni, csak jelezni, hogy amikor megtörténik ez a bizonyos aktus, ahol ugye is Szét, most innentől kezdve idézőjelben értendő, amit mondok, mert teljesen másról van szó amúgy értelmezésben. De hát azért ugye a görög történetírók azok tényleg nagyon szerettek a bulvár sajtó szintjén értelmezni mindent, és körülbelül idáig is jutottak, tehát ez csak egy eklatáns példa Hérodotosz nagyságára, hogy ő aztán történelmi tényként volt képes továbbadni ilyen baromságokat, hogy hát épül a gízai nagy piramis, ugye, Keops azaz, hufu, vezénylete alatt, és hát elfogy a pénz, és hát most honnan szedjünk, hát van egy szép lányunk, a kicsi Keops lány, már nem tudom, mi volt a neve. A lényeg az, hogy apuci átvált stricibe, és elkezdi futtatni prostituáltként, hogy némi bevételre tegyen szert. Most el tudjuk képzelni ezt a szituációt, ugye? És akkor ebből fejezi be a nagy piramist. Na hát ennyit Hérodotoszról. Hasonló történet egyébként, csak sajnos ez sokkal általánosabb, mert az előző történeten lehet egy jót röhögni, persze. Na de azért az, hogy a Szétnek a szerepe Ozirisz történetében micsoda, azért az egy nagyon lényeges dolog. És most ebben megint csak nem tudunk belemenni, de a lényeg az, hogy ugye egy Ozirisz testére alakított, tehát méretes ládát, koporsót készít Szét. És ugye hát a Plutarkosz írja ezt le Ozirisz és Ízisz történetében, ezt a dolgot, tehát abban van a legegységesebben, de a legostobább módon, bocsánat, kifejezésére ez összefoglalva,
hogy hát itt a gonosz szét, az nagyon irigykedett az Orizisz rád, az nagyon utálta, rettenetesen féltékeny volt, és hát ezt ő most megcsinálta így, és ezzel csalta törbe Oziriszt. Hogy tudnélik, ugye Oziris így önként fekszik be a cselvetés folytán ebbe a bizonyos koporsóba, majd Szét előpattan, és ördögi, nagyon fontos, sőt sátáni vigyorral az arcán lezárja azonnal ezt a koporsót, és ezáltal ugye Oziriszt tulajdonképpen kiiktatja az élet működésének folyamatából, bedobja a Nílusba. Na most hát Ízisz erről tudomást szerez, és elkezdi keresni. És Ízisz már majdnem meg is találja, amikor Szét azt mondja, hogy na hát ezt mégsem. Ő tudja, hol van, előveszi megint a koporsót, kiszedi belőle Oziriszt, és pontosan 14 darabra szétmetéli. És szétszórja mindenfelé, mocsárokba, Nílusba, stb. Stb. Ez olyannyira sikerül neki, hogy Ízisz utána összeszedi a darabokat. Nem tudom, azért ez a történet ismerős valahonnan, nem? Tehát azért minden második magyar népmesében ez úgy előfordul. Csak nem Ozirisznak, hanem Jánosnak hívják az illetőt. Meg aki szétszedi, az mondjuk éppen a gonosz sárkány. Aztán jön a királylány, aki természetesen majd összeszedi ezeket a darabokat, akár csak Ízisz, az élet füvével, forrasztó fűvel szépen összeragasztja, és az életvizével pedig újra életre kelti. Hát ugyanez a története Ízisznek és Ozirisznak. És hát onnantól kezdve szerint Ozirisz egy másik minőségbe lép át. Tehát ez kicsit olyan, mint a Nimrodnál is van egy ilyen váltás. De csak nagyon közvetve lehet kihámozni. És most tulajdonképpen ez az egész történetet csak azért mondtam el, hogy megint csak nagyon leegyszerűsítve ki tudjam azt mondani, hogy Ozirisz és Nimrod egy lényegű. Tehát én olyat nem akarok mondani, hogy egy és ugyanazon személy, mert már ilyen publikációk is vannak. Szó nincs róla. Nimród esetében körülbelül úgy az a helyzet, mint mondjuk itt Pilisben a Fehérvár. Legalább három van belőle. Ős-Budavárból dettó. Esztergomról már nem is beszélek. Tehát, hogyha innen indulunk ki, hát legalább 8 Nimródot lehetne találni a legkülönbözőbb leírásokban, amelyekből időben ez valamilyen módon tetten érhető, hogy Nimród mikor élt, mikor működött, és így tovább. De valójában nem ez a lényeg. Egy sokkal régebbi minőségekről van szó. Nimród is, Ozirisz is a Krisztus hierarchia része. Akárcsak Jézus, akárcsak Buda. Tehát ők az első királyok, tehát az óegyiptomi mitológiában Ozirisz pontosan ugyanabban a szerepben lép fel és működik, mint Nimród. Szinte szó szerint ti az átfedés. És akkor itt jön még az a kapcsolat is, amelyik aztán a görög mitológián keresztül, tehát ahol Orionnak hívják Nimródot, most ennek a torzításairól nem akarok beszélni, de tulajdonképpen az ő csillagképe az Orion, az óegyiptomi mitológiában Ozirisz csillagképe az Orion, magyarul pedig Nimród csillagképe az Orion. Tehát ugyanarról van szó. És ez a csillagkép is megjelenik itt a Pilisben, de ez megint csak Aradi Lajos illetékességi köre, amit viszont itt ezzel a koponyával és a testtel ezek után érzékeltetni akartam. A következő, ez ott van, ez egy kő szobor vagy szoborcsoport, de egy kőből van faragva. Egy ravatal rajta a halott, idézőjelben halott Ozirisz. A történet szerint
Ízisz ebben az állapotában egy érdekes váltással úgy néz ki, mintha Ozirisz termékenyítené meg. Bocsánat, Ízisz termékenyítené meg Ozirisz-t, akinek ez a bizonyos fütyéje a plutarkoszi történet szerint hiányzik, mert a Níusban pont ezt a darabot éppen egy hal lenyelte, aztán eltűnt vele a bal fenéken. Lehet, hogy valamelyik ilyen privát pecás ezt aztán majd föltállalta vasárnapi ebédnél, de ez aztán már a történetből nem derül ki. Minden esetre Ízisz madár képében, eme állítólag hiányzó testrészen ülve termékenyül meg, és majd nemzi Hóruszt. Tehát ez már, hogy mondjam, Ozirisz, úgy is mondják, posztumusz fia. Na jó, szóval több baromságot már idézni sem akarok, de a lényeg az, hogy ez ezt ábrázolja. Itt Tóth, ugye őről megint nem kell most sokat mondanom, szintén ugyanabból a nemzedékből jön, mint Ozirisz. Tehát az özönvíz előtti óriások nemzedékéből. Nimród is óriás, Noé és fiai is óriások. Ozirisz is óriás. Nem tudom, érdekes ez, ugye? Valamire utal. Ugye az az özönvíz előtti állapot, amit itt Lajos is megemlített egy mondat erejéig. Az atlantiszi emberek óriások. Nem homo sapiens. És ezt tudni kell, hogy az ember, mint szellemi minőség, akárcsak a Föld, mint földanyai minőség, mint a létnek a kerete, az tulajdonképpen az ember minőséget nem története során nem mindig azonos fizikai testben hordozta a hátán. Tehát akár Lemúriáról beszélünk, akár Atlantiszról, és az özönvíz után tulajdonképpen az atlantiszi ember adja át a homo sapiensnek ezt a minőséget. Tehát ezt a lelki-szellemi minőséget. És majd utánunk lehet, hogy egy megint más formában fog az ember létezni. Mert hogy valószínűleg ez be fog következni. Az ember ugyanis sokkal tovább fog élni, mint mi. Most a mi alatt a homo sapienst értem. Summa-summarum, tehát Tóth is ebből a helyzetből jön. Őt az egyiptomi szimbólumrendszerben vagy íbisz fejű embernek ábrázolják, vagy páviánnak. És nagyon ritkán madárnak, de ez tényleg nagyon ritka. Tehát a páviján és az íbisz fejű ember a tipikus megjelenési formája. No, ez olyan, mintha a pávián papa huncutkodott volna valami madármamával. Szóval nem lehet eldönteni igazán, hogy ő most pávián vagy madár. Mind a kettőnek a jegyeit magán hordozza, de hát ő Tóth, ez teljesen egyértelmű. Ő vigyázza ezt az egész történést. És ott még van valami, ami nincsen megnevezve, ott Ozirisz lábánál, ott van ravatalan egy madár. Vágjuk el a gordiuszi csomót, fogjuk rá, hogy ő egy turú. Madár, tehát sólyom magyarul, ugyanúgy, mint a majd megszületendő Hórusz. Hát sajnos nem egészen jól látszik, de talán ha mutogatom, akkor még messziről is érzékelhető. Tehát ezt úgy neveztem el, hogy a pilisi ravatal. Ugyanez a ravatal, ami Jó-Egyiptomban kőbe van faragva, egyébként megtekinthető a Kairói Egyiptomi Múzeumban, ki van állítva, az megjelenik itt a pilisben, ezen az ábrán. Tehát ezzel indítottunk, hogy koponya. Aztán utána jött a hozzátartozó test.
itt is azért van egy élő minőség, tehát itt nem csak a jó van. No, tehát itt van lám. Egy dinamikus állapotban, tehát ahogy a kő statikus volt a viszonyul, itt ennek a természetnek az élő és dinamikus voltához, körülbelül úgy viszonyul az előző kép Ízisz madara ehhez a madárhoz, ami hát éppen ezen a bizonyos testrészen. Hát valami közös ülésről lehet itt szó, feltételezem. És hát itt ugye, amit már az előbb mutattam, itt végül is ebből megszületik, ezen a köldök energián keresztül, itt a turul. Ami hát topográfiailag dobogókő alatti turul ösvényben jelenik meg. Ő pedig Hórusz. Osiris Posztumusz fia. A napminőség. Érdekes, ugye? Kit hívnak még napminőségűn? Hát Nimród is napminőség. Persze, Osiris is napminőség. A fia is értelemszerűen napminőség. És kit azonosítunk még napminőséggel? Hát a Krisztus hierarchiának a legutolsó leszülöttjét. Jézus Krisztust. Rajta van az a süveg, korona, fehér korona, amivel egyébként Osiris kivétel nélkül mindig ezzel ábrázolják. Ez a legmagasabb beavatási foknak az egyik szimbóluma, ami rajta van. Tehát ezért van az, hogy utána a beavatottak és a fáraók, akik szintén a nagy piramisban beavatáson esnek keresztül, nem oda temetkeznek. Ott kapják a beavatásukat. Hát gyakorlatilag mindegyik ezt viseli. Tehát itt is megjelenik. A ravatal pedig ugyanazzal a dologgal, ami ott egy kő, pad mondjuk így, az itt pedig egy madár, mégpedig egy hollónak kinéző madár, aminek a hátán fekszik Osiris. Ő a ravatal, és repül. És melyik irányba repül? Nyugatra. Osiris hova kerül ezután, az aktus után? Mi lesz az ő új minősége? Nyugatra, Amentiben, úgy is mondják, hogy az alvilág ura. De ez nem alvilág abban az értelemben, ahogy ma használjuk, hanem a nyugati túlvilág. Ez nagyon fontos különbségtétel. Oda viszi a holló. Most a hollóról megint lehetne egy estét beszélni, ennek a jelentőségéről, de azt hiszem, hogy az a lényegéről azért nagyjából mindenki tisztában van, hogy miért éppen ő az a madár, aki majd a nyugati Amentibe elviszi Osiriszt. Vagyis jelen esetben Imródot. És akkor tényleg csak egy nagyon rövid utalás. Nimród még az életében megtörténik ez a váltás. Őt halála után fogják földarabolni. Ez Gönczi Tamásnak a kutatásaiban jelenik meg egyébként, tehát a Nimród gyűrűje című kötetében ez így benne van. Ez egy csángó szájhagyományból tudja. Egyébként az egész Nimródot a Kárpát-medencében, miután írásos nyoma nincs, gyakorlatilag a saját bevallása és elmondása szerint, vagy nem bevallás ez, hanem szándékos és tudatos kutatási irány, gyakorlatilag a szájhagyományból meríti az összes adatát. És abból kerekedik ki a magyar hagyomány Nimródja. És hát ehhez a holló nagyon szervesen csatlakozik, és akkor most már nem akarok utalni, aztán megint most visszafelé Nimródtól Thébai Remete Szent Pálig, Pálosokig és itt tovább a holló szerepéről, és a hollónak egyébként a
spirituális, szakrális szerepéről. És itt van. Tehát amire azt mondtam, hogy ő a kevélyeken, a turul energián áll, az itt megjelenik. Annak a turul madárnak most már a rajzolatában is, mint amit az előbbi képen ott láttunk az Osiris lábánál, azon a bizonyos szoborcsoporton. Tehát minden eleme tökéletesen itt van. Egyébként hát ez a csüvegre nem hívtam, vagy erre a fehér koronára fel a figyelmet, de ott van, látjuk, ugye? Erről van szó. Itt ez az, ami a tarkót is takarja. Tehát az összes ábrázolása nem csak Osiris, de a fáraóknál is, ahol ezzel a koronával ábrázolják őket, ez így van. És így van itt is, a filisi rajzolatban. No, hát most tényleg csak nagyon dióhéjben próbáltam egy ennél nagyobb lélegzetű történetet érzékeltetni, de ezt itt most ilyen nagyon drasztikusan abba fogom hagyni, mert késő van. Itt körülbelül mindenki karóval támasztja magát, ahogy elnézem, és hát rendben is van így. Most következik majd a következő felvonás, előtte töltekezzünk egy kicsit, tehát nem vízszintes állapotban révülünk, hanem valahogy függőlegesen próbáljuk átvészelni ezt a rövid szünetet, ami után majd a Zenikő által már bezengett történések fognak következni. Úgyhogy most megköszönöm kitartásotokat és figyelmeteket. Minden jót!